Gyönyörű májusi napon. Ez általában úgy szokott lenni, hogy mikor székelyek összegyűlünk, mindig ékesebben süt fenn ez a nap. Lehet, hogy azért, mert itt a hátunk meget, itt rajta van a székely nap és a székely hold, mert minden rendezvényt úgy szoktuk kezdeni, éveken keresztül, hogy a motót is tettük a választásnak, hogy eredményeinkre építünk. Máma székelyföldi napok vannak a megyében, és az, hogy még díszesebbért tegyük ezt a székely ünnepét, székelykaput fogunk máma avatni, szalagvágás fog lenni itten a polgármesteri hivatal előtt. Egyben a rendezvénysorozatban most már benne van fúvós találkozó, náci fesztivál, és minden jóra való homorúzmenti fúvós zenekar máma jelen van ezen a mai napi rendezvényen. Én kívánok mindenkinek máma egy gyönyörű, kellemes napot, és átadom a szót Tordai Árpád megyei tanácsos úrnak.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégek, ünneplő oklándiak, harmadszor vagyunk avató ünnepen okláni községben. Rendelőt, sportpályát avattunk. Ez a székely kapu avatás itt a polgármesteri hivatal bejáratánál talán a legkedvesebb emlékünk marad. Főleg azért, mert történelem, nemzeti sors rejlik benne. Furcsa, hogy itt vagyunk Európa közepén, a latin nyelvcsaládok nyelvéhez. A székely kapuk elterjedése vándorló őseink nyomvonalán halad, mint egy 1000 kilométeres sávban a Peking Magyarország tengely mentén, sem ettől északra, sem ettől délre nem fordul elő. Nyugat-Európa nem ismeri, kivétel ez alól az emigrált magyar közösségek, vagy az emigrációban elhunyt magyarok, például Vikeskelemen, Rodostóban ásott székelykapuk. Mivel a székelykapuk fő elterjedési területe éppen a Kun utódok által betelepített székelyföld, ezért nagy a valószínűsége annak, hogy a székelykapu a kunoknak itt maradt öröksége. A nemzet székelykapuja Kenderesen található, mert 1940-ben állítottak Észak-Erdély visszacsatolása alkalmával Horthy Miklós tiszteletére. Az udvarhelyszéki motivumokkal díszített kapu 7 nap és 7 éjszaka készítették baróti és környékbeli mesteremberek, több helyen is felállították a bevonuló magyar csapatok fogadására. Hadd idézzem Nyírő Józsefet, a székely apostolt, akit halála után 58 évvel sem engedt pihenni a magát hálásnak mondó utók. A székelyház mértéktartó dísze és koronája a székelykapu, amelyet valósággal család tagjának tekint a gazda. Levágja az erdőfáját, de az elpusztult élethelyében újat terem, mert a székelykapu tényleg él, és részt vesz a mindennapi küzdelmes életének vérkeringésében. Élővé válik azáltal, hogy a székely a lelkét leheli belé, amikor kifaragja az Isten nevét lési rá szelíd és állítatos betűkkel. Hadd idézzek néhány, Isten legyen veled. A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség. Ha a zajlott nagyvilágban baj és bánat kerget, jó szándékú szívvel mi hozzánk betérhet. Szíves vendéglátó a kapu gazdája, ki a fáradt utast tárt karokkal várja. Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hütlen soha. Vándor, ha elfáradt az élet útján, bízalommal tér be e kapu alatt, ha jó a szándékod, itt szeretet fogad. Házad lehet bárhol, de hazád csak itt. Befejezésül engedjék meg, idézem a mindenki által ismert sláger ide vonatkozó szakaszát. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne bárkit beengedni, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljön. Mivel községi ház elé állították e kaput, ezt a sorsot kívánom, mindig nyitva áll. Ennek a sok csodálatos kapunak ez a jövője, a mindig nyitva tartás. Én gratulálok a megálmodójának, és gratulálok a kivitelezőnek. Fölföld dobott ő földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazainak ilyen. Messze tornyokat látogat sorba, szédül, elbúsong, s lehull a porba, amelyből vétetett.
mindig elvágyik. És nem menekülhet magyar vágyakkal, melyek elülnek, és fölhorgatnak megint. Tiéd vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorúan magyar. Fölhajtott kő, hús, akaratlan kicsi országom, példás alapban te orcádra ütök. És jaj, hiába minden hazámnék. Százszor földobnál. Én visszaszállnék százszor is. Végül is. Tisztelt vendégek, kedves testvéreim! Most, amikor megállunk egy gyönyörű székely kapu előtt, most, amikor füleimbe felcsendültek a jól ismert dallamok, kérlek, hallgassátok meg a Szentírás felénk szóló üzenetét, melyet a 96. Zsoltár első és második, valamint a Máté Evangélium a 7. részének 13. és 14. verseiből olvasok föl. Hallgassátok keresztényi alázattal és szent figyelemmel. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. És menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Imádkozzunk! Gondviselő Isten, szerető, édesi atyánk! Köszönjük, hogy ajkainkra énekeket, dallamokat adtál. Köszönjük, hogy szíveinket imádságos áhítattal áldottad meg. Kérünk téged, atyánk, Istenünk, hogy soha ne szűnjenek meg ajkainkról az énekek és a dalok, és szíveinkből az imádságos dallamok. Kérünk, atyánk, Istenünk, tudjunk figyelni a mi legjobb tanító mesterünk, a názáreti Jézus figyelmeztetésére, hogy járjunk mindig a szoros kapun és a keskeny úton. Add, atyánk, Istenünk, hogy ne a tágas útat, a széles kapukat, ösvényeket válasszuk, hisz azok legtöbbször a mi veszedelmeinkbe visznek. Add, atyánk, Istenünk, hogy a jól megszokott, göröngyös út, amelyen elődeink is jártak, kérünk, áld meg ezt a kaput, és áld meg mindazokat, akik ki és belépnek rajta. Add, atyánk, Istenünk, hogy ez a kapu mindig mindenkit várjon, mindig mindenkit befogadjon. Amen. A szalagvágáson felkérem Tordai Árpád megyei tanácsos urat. Én meg felkérem a kapu faragóját, a kapu kulcsát adja át a polgármester. A Jóisten áldása örködjön mindazok fölött, akik e kapun belül laknak, és mindazok fölött, akik átlépik e kapunak küszöbét. Amen.
Köszönöm. Thank you.
hogy köszöntsem a Magyarországról érkezett testvértelepülés delegációját és Kósik István polgármester barátomot. Kérek egy napos Magyarországot! Külön köszöntöm az EGRI delegációt, Flaskai István barátommal az élen, egy nagy tapsot kérünk meg itt. Azért, hogy minden alkalommal a barátaim úgy érkeznek, hogy maradandó maradjon utánunk. Máma egy meglepetéssel készültek a cseréfalusiak. Én felkérem Kósik István polgármester barátomot, hogy köszöntőbeszédét mondjál, és a meglepetésnek tárgyát mondjál. Köszönöm szépen! Kedves székely barátaim, testvéreim! Cserékfal önkormányzatának és a lakosságának melegszívű üzletét és üdvözletét tolmácsolom felétek. Az igazság, hogy Cserépfaluban már körülbelül 6-7 éve van egy székely kapura emlékeztető kapu. Azért nem székely kapu, mert mi magyarok vagyunk, csak magyarok vagyunk, nem vagyunk székelyek, de a testvér delegációnk, a testvér településünk vezetője, Cseke Miklós és a kormányzat úgy gondolta, hogy Cserépfaluban is kell valami, ami őket megidézi ott nálunk a pincesoron. Ezért nálunk nem székely kapu van, hanem szőlőkapu, szőlőmotívumokkal, de úgy az ajtaja, sőt, nincs is rajta ajtó, mert át lehet rajta menni, és az azt jelképezi, hogy mi is meleg szívvel és szeretettel várjuk a vendégeinket, ha bejönnek a pincébe, nyitott ajtót találnak, és nyilván borfogyasztás után távozhatnak csak el. Gondolkodtunk, hogy mit hozhatnánk nektek, ami nektek nagyon nincs. Már nem vagytok túl gazdagok, de a szívetek tele van mély gondolatokkal, mély érzésekkel, és mégis úgy gondolom, hogy megtaláltuk azt, amit hozhatunk, ami nekünk van, és az pedig a kő. Nagy írónk, költőnk megmondta, a kő marad, a kő marad. Igaz, ti a puhanyagból, a fából is maradandót tudtok alkotni, mi lehet, hogy csak a kőből, de remélem, hogy azt, amit most hoztunk nektek, az olyan lesz, hogy sokáig megmarad, és amit jelképez, az is sokáig össze fog bennünket kötni, hiszen a nemzet egy. Szeretném még azt is elmondani, hogy hál' Istennek az utóbbi időben bármilyen rendezvény van, kis településen, nagy településen, a magyar himnusz mellett a székely himnusz is elhangzik. Régen ez sajnos nem így volt, de hál' Istennek ezt is megértjük. Fogadtatásban lehet részünk, és reméljük, hogy Cserépfaluban, amikor elvárjuk a delegációtokat, akkor minél többen eljöttök, és aki majd most nem tud eljönni, az majd eljön egy másik alkalommal. Örülünk, hogy veletek lehetünk. Csak egy keresztkérdést teszek fel Miklós polgármester barátomhoz, hogy te Miklós, hol lesz ennek a kőnek, ennek a címe, ennek a helye? A helyét meg is kaptam. Akkor ezt kitalált. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Engedjék meg a harmadik alkalommal megrendezett találkozón résztvevő fúvózenekarok tagjait köszöntsem. Kápolnás, Lövéte, Almás, Székely Zsombor és Humorót Karácsonyfalva helységekből. Az első bemutatkozó fellépő a találkozó házigazdája az Okrádi Zenekar. Egy olyan közösséget, akik a mai rohanó világba próbálnak még időt szakítani, saját ügyes-bajos dolgaikat félretéve,
az együttzenélés öröméért, a közönség szórakoztatásáért, az élő fúvózene népszerűsítéséért, a rendezvények színesítéséért. Szerencsére Kisfonunkban az emberekbe ivódott a zeneszeretet, ahogy tapasztaljuk fellépéseik alkalmával. A zenekar az 1922-es években szerveződött, a II. Világháború kitörésével egy időben megszűnt. 1976-ban újra alakult. Néhai Szolga Gábor, idős Makkai Sándor és Feketes Csaba összegyűjtötték az időseknél lévő hangszereket, és 15 tagú zenekart alakítottak. A forradalomig nagyon nehéz volt megjelenni a temetéseken, de becsülettel mindig igyekeztek részt venni. Állandó fellépők a község ünnepein, a nemzeti ünnepeken, a torony alatt búcsúztatják az új évet, köszöntik az új évet. Május 1-én korán reggel az egyes házszámtól a falu végéig ébresztőt, nótákat fújnak a falu lakósainak tiszteletére. Nincs annál szebb, mint mikor a felkelő nap sugara, a pattogó indulóra vonuló zenekar, csillogó hangszerein, fogócska szemén örömkönnyek hullnak. A zenekar fellépik Nárcisz és Bágyi fesztiválokon, tavaly Egerbe és Sarépfaluba, Bor és Nóta torán vett részt, Karnagy György Ferenc. Műsorukban a Magyarok Világhimnusza, Losonci induló és népies feldolgozások vannak. Fogadják szeretettel, utánuk következik a Homorult Karácsony Parvi zenekar. Thank you.